Kívánom, hogy legyen olyan édes az életetek, mint ez a két szem cukor, és etessétek meg egymást. Éljen az ifjú pár! Kívánom, hogy legyen ez az első és utolsó folyamat, amit az ifjú párnak fel kell takarítani. Gyakorló háziasszonyok elláthatják az ifjú párt néhány jó tanácsot, hogy hogy lehet az ilyen és hasonló temetet könnyen és gyorsan a szőnyeg alá sökni. Jó anyós módjára ott is van még egy darab. Jó szöprűvel mondjuk. Majd arra szeretném megkérni a kedves vendégeket, ha majd megfelelő lesz a rendben, most még nem az. Azt mondja, hogy tapsol jelezik, és akkor fogunk bevonulni, szogatni. Ja, inni! Mi? Még nem megfelelő. Még mindig van. Nem tapsolnak, addig söpörjetek. Ne gyerünk gyorsan, mert azt már nem érünk a gyereket. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but that's over now. You keep me coming back for more. And baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see, we're in heaven. And baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Oláh Marietta menyasszony, Kovács Tibor bőlegény, az általatok feltért tanítókat, kedves szüleiteket, nagyszülőket és a meghívott vendégeiteket, akik azért jöttek ma el, hogy jelen legyenek veletek életetek egyik legszebb pillanatában. Az eljegyzés pillanata, ami már egyfajta ígéret, felkészülést jelent a házasságra, és azt ígértétek akkor egymásnak, hogy együtt kívántok élni. Ez a szeretettel, szerelemmel teli kapcsolat most odáig jutott, hogy ezt ma törvényes kötelékek közé kívánjátok helyezni. Csodás érzés tartozni valakihez, akivel meg lehet osztani az élet örömeit, gondjait, bánatait, hiszen az ember nem magányra, hanem társaságra, családra született. Megtaláltátok egymást, sok millió ember közül kiválasztottátok egymást, egy olyan társat találtatok a másikban, aki bátran vállalja a másikat, áldozatot tud hozni, és aki nagyon tud szeretni. Ez a szeretet a legszebb emberi értelmek egyike, amely sohasem követel, mindig csak van. Megkérem a két édesanyát, hogy a két életjelképek, a két fehérzsekkel szívesen. Társat keres az ember, mert megöli a szívet a magány. Boldogságot ígér a szerelem, ha áthatja a vágyat igazán. Évek, évtizedek fogják eltemetni az idő sírjába ezt a mai napot, de ti, akik szeretitek egymást, ne felejtjétek, hogy mit fogadtatok. A hűség, a jellem legszebb ékessége, a becsület azért mindig külmarad.
Az egyenes úton járni néha nehéz, de minden akadályt legyőz az akarat. A ti sorsotok egy kanyargó folyó, mely a tenger felé lassan hömpölyög, s melyet örvények el nem téríthetnek, hiszen a meder iránya gond és öröm váltakozik majd, de a mosoly mindig győztes legyen, s ha úgy érzitek, hogy nehéz a teher, nézzetek egymásra szerelmesen. Ő az, akire ha rágondoltok, az egész lényetek átforrósodik, és úgy érzitek, hogy vele együtt kívántok megöregedni. Ti már biztosak vagytok egymás felől, hiszen már egy régebb óta tartó kapcsolat köt össze benneteket. Bemutatott papíratok alapján megállapítottam, hogy a házasságkötésnek törvényes adatája nincs. Ahhoz, hogy létrejöjjön, az szükséges feltett kérdésemre határozó jólétet a választ szívességünknek adni. Ezért megkérlek benneteket és a tanúkat szívességüket. A kérdésemet először a mennyasszonyhoz, majd az énhez intézem. Kijelentette Oláh Marietta mennyasszony, hogy az itt jelenlévő Kovács Tibor vőlegényeddel házasságot kötött. Igen. Köszönöm. Kijelentette Kovács Tibor vőlegény, hogy az itt jelenlévő Oláh Marietta mennyasszonyoddal házasságot kötött. Igen. Köszönöm. Megállapítom, hogy Kovács Marietta és Kovács Tibor a Magyar Köztársaság családjogi törvénye értelmében házassága. A házasság létrejöttéhez az szükséges, hogy az anyakönyvi bejegyzés aláírással hitelesítsétek, ezért először a feleséget, majd a férjet, utána a tanúkat kérem az anyakönyv aláírásra. Thank you.